A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója Isuzu D-Max. Partnerünk a Fortuna BT, a motorfelújítás szakértője. A Sportverda támogatója a BL Uraszalon országos bolthálózat. A Sportverda támogatója Dr. Balsai Tamás és csapata a Perfect Smile, mert minden egy szép mosolyjal kezdődik. A műsor támogatója a Motoparts, motorikus alkatrészek. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. A stúdióban Konkoly Ági és Bíró Ica, üdvözletünk, ez a Sportverda, annak is a 2017. évi novemberi adása. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Milyen lehet az az autó, amelynek formája eloldja a földtől az eget? Magyarul repül? Nem. Mint a hajnal tiszta lágy szava, eloldja a földtől az eget, s mindenütt csilló könnyűség lebeg. Érzéki vonulás, költői lebegés, a kiváltság a legjobbaké. Mercedes C43 AMG Coupé. Túl szép ahhoz, amilyen akaratos, de attól szép az élet, ha vannak benne ellentétek. 4,7 másodperc alatt 100. A professzionális német dorbézolás ne továbbja, miközben semmit sem veszít fényéből, matt színű ruhája. Természetesen ad vezetési élményt, de nem az a hangoskodó lélek, mint amilyen például egy Mustang, ami nekifutásból vág tarkon egy szívlapáttal. Visszafogottabban ám nagyon gyorsan repít el bennünket az élet napsütötte részére, mind a kettőnek megvan a szépsége. Csodálatos formájának vonulása, mint egy mennyasszony ruhája. A nemrég forgatott autóink közül talán az Aston Martin DB7-eshez tudnám hasonlítani, és az Aston Martin szerintem a világ legszebb autója. Az AMG betűhármas annyit tesz, hogy őkelmét a Mercedes gyári tuning csapata alkotta, alapja a C-osztály, annak is a kupé változata. A 43-as szám arra utal, hogy gyönyörűségünk a belépő szintet képviseli az AMG-k világába, melynek legerősebb C-osztályú vitéze a 63S 510 lovával. Extra annyi van, amennyibe nem szégyellünk belegondolni, és mivel a Mercedesek a prémium kategóriát képviselik, ez alól nem kivétele csodás kupé sem. Az ára kicsivel 19 millió alatt indul. Érces bariton alkalmasint durrogással, 3000 V6 biturbo.
Egy kicsit talán lehetne hangosabb, de akkor nem Mercedes lenne. Newton-méter, meg közel 370 ló. Bőven elég mindenre. 9 fokozatú automataváltó, összkerékhajtás és olyan 9 liter környéki fogyasztás. Olvastam be néhány adatot itt nagy magányomban a hangalámondó stúdióban. A 250-nél köszön be az elektronikus tiltás. Ha az nem lenne, irány a csillagos ég. Lágyvonalú, kellően erős, nem hivalkodó német kupé, annyira szép, hogy talán ruha nélkül is tökéletes megjelenést biztosít. Engedelmükkel azt most nem mutatnám be, mert tartok tőle, hogy az senkinek sem tenne jót.